Hello, hello, kedves ProHardware TV nézők! Kedd van, 7:30 van, ProHardware TV van, Asus X202e van, és előre elnézést kell kérnem, azzal kell kezdenem, hogy elnézést kell kérnem, ugyanis kicsit csaltam, az Asus hivatalos oldalán a magyaron sem, és az külföldön sem találtam meg a 202e-t, ezért amit belinkeltem, az a 201e, hogy azért legyen valami info arról, hogy mi van benne. Mindösszesen annyi a különbség, nagyjából, majd elmondom, hogy mi a különbség a 202 és a 201 között, hogy az érintő képernyő nincs a 201-ben, illetve persze hangkép oké az jöhet, de hogy nincs érintőképernyő, és a fedlap nem úgy, mint a 202-e esetében nem fém, hanem valószínűleg műanyag lesz. De ezt majd el fogom mondani, illetve lesz az némi info a 201-erről is, mert az is egy érdekes kis szerkezet, pláne ennek tükrében. Na! Hello mindenkinek, köszönöm, hangkép oké, akkor megyünk. Újabb érintő képernyős notebook van itt nálunk. Már a második, és valószínűleg nem az utolsó, és akkor arrébb viszem így, hogy látszon, hogy mi van, és akkor beforgatom, és akkor egy kicsit majd jobb lesz. Így. Mert hogy ez most a Windows 8-al szerintem jönni fog, automatikusan, és hát ugye a Sony volt múlt héten az első, most pedig, hát ha nagyon visszhangos, ha a többiek is megerősítik, akkor valamit csinálok, bár elméletileg ugyanúgy van minden, mint volt, csak nálad, igen. Most az igen, az nálad, vagy pedig mindenkinél, vagy pedig most én hülyeséget beszélem, nálam is oké, minden, oké, akkor nálad kell valamit csinálni azzal, hogy ne legyek visszhangos, kedves 19511 user, aki nekünk itten írol a cseten. Szóval, az X202e, ami itt van, és majd azt se tévesszem meg titeket, hogy a kijelzőjén X201e felirat lesz, ennek ellenére az alján majd megmutatom, hogy ez 202-es, egy nagyon-nagyon kellemes készülék, nagyon-nagyon jól van összerakva, és egy nagyon-nagyon jó méret. Annak idején az Acernek, a kis i3-as, 11.6-os gépének is nagyon örültem, hogy van ez újra, ez a piacirés, ez a 11.6-os gép. Otthon van egy ilyen a családban, és nagyon szeretjük. Ez egy teljesen jó hurcibálós, cipelős, még ha csak szobából szobába hurcibálja is a műsort, a notebookot, meg közben olvasom a chatet, bocsánat. Akkor is sokkal jobb egy ilyen méretű készüléket, mondjuk ide teszek egy telefont, tehát így látszik, hogy azért ez nem egy túlzottan nagy, mit tudom én, 3,5 magas és 1-2,5 széles egy normál méretű telefonhoz képest, nem egy tepsihez képest. De sokkal könnyebb cipelni, igazán könnyű, bár annyira nem könnyű, hiszen fémből van, itt ez a nagyon-nagyon kellemes ilyen grafit szürke, alumínium, szálhúzott alumínium mintázatú, bár ez kevéssé fog kijönni, de ilyen szálhúzott alumínium mintázatú fedlap az Asus logóval, kifejezetten elegáns, amit matba fordul a tetején. Nagyon kellemes első benyomásokat kell kivétel után a készülék, és mivel, ha nem is unibody ház, tehát nem egybe van a fém ház, de fém is nagyon jól van összerakva, ezért elképesztően jó minőségérzettel párosul, amikor az ember kinyitja, megfogja, egy nagyon jó kis billentyűzet, bár nem teljesen négyszögletesek a gombok, hanem egy kicsit ilyen hosszúkásak, ettől függetlenül teljesen jó használható, jó kiosztású, óriási touchpaddal, és egy kicsit furcsán rózsaszín aranyba hajló borítással, ami egészen különleges, exkluzív, és nem ijedje meg senki ettől a rózsaszíntől, de egy picit olyan rózsaszínes, tehát nem tiszta ezüst szín ez, de nagyon-nagyon jó érzés, nagyon-nagyon kellemes. Itt van egy termetes zsanér, hát nyilván nem faltól falig megy, de ettől függetlenül egy kellemes és igazán, hogy mondjam, karakteres ellenérzést biztosít, amikor kinyitjuk a készüléket, és kell is egy kicsit fogni az alját, mert azért megemelkedik, úgyhogy egy másfél centi után az ember lefogja az alsó felét, akkor szépen teszi a dolgát. Itt látszik, hogy a zsanér szinte alig-alig mozog, tehát ez ilyen 5 mm sincs. Ugye a Rudi kolléga szavaival élve, ha 1 centin belül van, az jó, ez 5 mm környékén van, úgyhogy nagyon jó. Na nézzük akkor a billentyűzetet, óriási a touchpad, azt még gyorsan megmutatom, hogy majdnem elfér benne a mobiltelefon, tehát ahhoz képest, hogy ez egy 11.6-os gép, egészen jól sikerült, és jó méretű is a touchpad, természetesen multitouch, keresztbe három új, két új, tekerés, forgatás, pörgetés, mindent ismer. Na nézzük egy kicsit körbe,
extra gombokat nem nagyon kapunk, mindenki van osztva az F1, F12 billentyűzetre, ugye az FN gomb megnyomásával, ennyi, a kurzor gombok egy kicsit kisebbek, viszont mivel teljesen el vannak különítve, ezért jól használhatóak. Nekem az Enter volt egy kicsit furcsa, ide mindig felütöttem az első 2 percben, aztán utána már megszokja az ember, hogy egy ilyen kis vékony shift méretű Enterünk van csak, ez legyen a legnagyobb bajunk a készülékkel. Gyorsan nézzük körbe, már egy a belsejének nekiugrottam, hátul semmi extra, a zsanér fut végig, ennyi, ha bal oldalra jövünk, azért itt már van egy-két csatlakozó, van egy lanunk, amihez van egy ilyen kis rugós ablakocska, így egy hálózati kábelt azért be tudunk dugni, nem kell semmi adapterrel bohockodni, bocsánat, így forgatom, és akkor még esetleg látjátok is. Szóval itt a tárcsatlakozó, speciális pici kis könnyű pilla adaptert kapunk hozzá, itt van ugye ez a LAN csatlakozó, HDMI, 3.0-as USB, 2.0-as USB, és egészen erőre került a Kensington zár, és itt látszik, hogy nagyon szépen visszajön ez az ezüst vonulat, és milyen kecsesen elkeskenyedik, elsoványodik a készülék, kifejezetten jót tesz és jó kézbe fogni, és attól, hogy itt csaltak jó értelemben a dizájnerek, még vékonyabbnak tűnik, amikor az ember így előről megpróbálja felemelni a gépet. Elől semmi extra állapotjelző LED-ből kapunk itt 2 egészen picikét, a többi az fönt lesz majd a klaviatúra környékén, más nincs. Jobb oldalon van egy SD kártyaolvasónk és egy fejhallgató mikrofon kombinációnk, illetve még egy USB 2.0-as csatlakozónk, és sikerült rátenni egy normál VGA csatlakozót is. Mondjuk HDMI megléte mellett én lehet, hogy lassan-lassan hanyagolnám, mint ahogy a modem ugye kihalt gyakorlatilag a notebookok csatlakozói közül, lehet, hogy én már lassan hanyagolnám a VGA-t, de lehet, hogy nem lennék igazságos, mert rengeteg projektor még ezt használja, és nem feltétlenül akarják a vállalatoknál lecserélni, de ebbe a vastagságba, ami idézőjeles, mert 2 centi alatt vagyunk, tehát az ultrabook kategóriának még megfelel vastagságban, belefért egy teljes értékű VGA csati is, ami nyilvánvalóan jó hír, sok vizet nem zavar, dizájnban lenne egy picit szebb, hogyha vagy mondjuk esetleg egy extra negyedik USB-nek, mondjuk még egy 3.0-as USB-nek örülhetnénk esetleg, de baj nem lesz. Ennyi. Azt külön kiemelném, hogy még mondjuk a múlt heti Sony-n, jól emlékszem, 2 USB csatink volt, de rengeteg ilyen ultrabookon 2 USB-nk van, itt most 3 van, amiből legalább egy USB 3.0-as. Na nézzük az alját, hogy hozzáférünk-e valamihez, hát nem nagyon. De akkor gyorsan megmutatom, hogy ott a felirat, az bizony Asus X202E. Tehát nem nagyon hazudok, amikor arról beszélek, hogy ez az X202. Itt van a hangszóró, ami egy picit az átlagosnál jobban szól, de azért senki ne várjon tőle egy házimozi rendszer szintet. De ez a két oldalt jön ki a hang. Ennyi, nem nagyon férünk hozzá a belsejéhez. Mondjuk azt mondanám, hogy nem is nagyon nyúlnék bele igazából. Esetleg az 500, amúgy permetes 500 gigás vinyót cserélném ki egy SSD-re, és akkor az még egy kicsit javítani az akkumulátor időn. Nem akarok Microsoft accountot hozzáadni, a kalendárt sem akarom, kikapcsoljuk, majd mindjárt mutogatom, hogy mi van. Windows 8-at már láttatok. Mert hogy nem annyira acélos az akkumulátor, de ijedelemre semmi jók. Ebben egy 36 wattórás aksi van, amivel 6 órát ment ebben az idle módban, ugye, amikor gyakorlatilag ilyen nem csinálunk vele semmit, csak be van kapcsolva, de videózással is ment majdnem 4-et, ami annak köszönhető, hogy a benne lévő, és mondom, hogy milyen professzor van benne, hogyha megtalálom, és hogyha bele tudok lépni a kis súgomba, hol vagy, bele szeretnék, el szeretném ezt olvasni, nagyon szeretném ezt elolvasni, de ha nem, akkor megoldjuk másképp, hiszen itt van minden az interweben, az információs szuperstrádán, és meg fogom mondani, hogy ebben milyen i3-as Ivy Bridge alapú processzor van a belsejében. Szóval, hogy ez az Ivy Bridge-el és az i3-mal, azért ez a 4 óra egyáltalán nem rossz videózással. Bocsánat, közben gépelek egy jelszót. Úgyhogy nem annyira acélos, mint mondjuk egy ultrabooktól, de ettől függetlenül, vagy egy, mint egy nagyobb aksival szerelt, jobban elrejtett ultrabookok, de azért ne felejtsük el, hogy egy 11.6-os gépről beszélünk. Ja, és hogyha már az állapotjelzőledeket említettem, akkor itt látszanak az állapotjelzőledek, a szokásosak. Itt így, úgyhogy lecsukott állapotban csak az alsó kettő látszik.
Tehát ez azért nem rossz idő ez a 4 óra. Azért gondolom, hogy egy SSD-vel, ha könnyen lehetne benne cserélni, akkor talán-talán még egy picit tudnánk ezen faragni, de nincs így sem baj. Ez a készülék 170-80 ezer forint környékén lesz érintőkijelzővel. Pánikra semmi jó, aki nem akarja tapicskolni a készülékét, annak az a jó hírem van, hogy lesz belőle az X201, mint amit ő is ír, hogy úgy viselkedik, mint hogyha egy X201 lenne, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a belbet szempontjából az érintő kijelzőn, és a már említett nagy valószínűséggel leoltam a villanyt, az nem nagy valószínűséggel, hanem az biztos, de hogy nagy valószínűséggel a fedlap fényborítását fogjuk elhagyni az Asus egy műanyagra, de ha az jó minőségű lesz, akkor abból olyan nagy bajunk nem lehet. A kijelző 11,6-szoros, 1360x768. Azt írja nekem a Rudi, hogy egészen jól szól, ezt én most le is fogom tesztelni mondjuk egy Internet Explorer és egy YouTube segítségével. Valami olyat keresünk, ami meg is szólal, és mondjuk 720p-s, hogy legyen belőle valami zenemuzsika. Majkát nem fogunk hallgatni, az egészen biztos, Gyűrűk ura most minket nem érdekel. Hol van valami zene, muzsika? Rákeresünk a Vevóra, remélhetőleg valami nagyon-nagyon kellemes likeli, vagy nem tudom én mit fogunk találni. Rihanna, Lady Gaga, Justin Bieber, na gyerekek, csináljunk már valami normálisat. Itt nincsenek normális zenekarok a Vevón? Ne. Biggest Dance Show Ever Created for YouTube. Na hát akkor rohanjunk neki a Vevónak egy Rihannával, ahol bajunk nem nagyon lehet. Mindjárt egy 720p-set elindítunk, és majd közvetítem, hogy a miután lefut a legendásan jól sikerült Netrisk hirdetés, akkor hogy szól a Rihanna? Na, gyerekek, ez egész barátságos. Mindjárt csinálok valamit a hangerővel. Ez igen kellemes. Ez abszolút vállalható, tehát nem mondom azt, hogy most elkezdenék, tehát óhatatlan vágyat érzek arra, hogy azonnal elkezdjek partizni, de erről mondjuk ez a felvétel is tehet. És a mélyeket sem túlzottan kell kutatni, keresni, pontosabban eléggé kell kutatni és keresni. De ettől függetlenül az átlagnál mindenképpen egy kicsit jobban szól, ami azt jelenti, hogy a Sonic Master technológia, amit az Asus ebbe is beleépített, az mindenképpen hasznos és jó. Úgyhogy ha valakinek ez fontos, bár azért fejhallgatóval fogunk filmet, zenét, ilyesmit nézni, Vimeót, na persze, most az lényegtelen, igen, megmutatottam volna a Vimeót, persze az egyik kedvencemet, ugye az Woodkittől az Iron, de most már mindegy, belefutottunk egy Rihannába, túléltük, be is csukom, mert ebből csak baj lesz így. 1360x768, viszont 11,6-on nyugodtan kijelenthetem már egy éves használat után, hogy kifejezetten jó 1366x768-at 11,6 szolon használni, kifejezetten kellemes, jó vele dolgozni, nincs ezzel gond, és nem kicsi szerintem, tehát ez egy teljesen vállalható dolog, és mint ahogy ugye az előző Sony notebooknál is, itt is fekete a keret, és hát az elengedhetetlen érintő kijelző. Kicsit furcsa volt első bekapcsoláskor, megmondom őszintén, éreztem némi döccenést a Windows 8 kezelésében, így amikor a kijelzőt tapicskolta az ember, és az animációk azok nem jöttek annyira flottul, de aztán tényleg egy fél perc után magára talált, ugye azért itt egy 500 gigás vinyó teszi a dolgát, ami érezhetően azért az SSD gyorsabb, de miután magára talált, már nagyon szépen működik, akarom mondani, ezt így akarom mutatni, megvannak az animációk, működik a bezárás, működik szépen akadozás nélkül, tehát lehet, hogy ti láttok akadozást, de most már nagyon szépen flottul, folyékonyan működik a dolog, és tudjuk kezelni kézzel. És azt kell, hogy mondjam, hogy 11,6 szolom, mivel kevesebbet mozog az ember keze, kisebb a kijelző, még hatásosabb és még jobb használni az érintő kijelzőt. Még mindig nem merem azt mondani, hogy ennek 100% a létjogosultsága,
de az biztos, hogy van piaca, az biztos, hogy minden gyártónak most kelleni fog és szüksége lesz érintőkijelzős notebookra, és az a 11,6 colos érintőkijelző, ez meglepően jó. Engem már a múltkor is meglepett a Sony, hogy azt hittem, hogy majd nagyon utálni fogom én ezt az érintőkijelzőt, és szinte azonnal ráállt a kezem, és furcsa volt, ugye, amikor a kurzor egyszer csak így előkerült a semmiből, amikor megérítettem a touchpadot, de 11,6-on még kellemesebb, mert már olyan tablet feelingje van kicsit az embernek, ez már majdnem az a méret, tehát 10 col körül tableteket bőven láttunk, és sokkal kisebb mozdulatokkal elférünk ezen a kijelzőn, és hát a csempék azok szerintem ugyanúgy jól néznek ki, mint hogy az összes Windows 8-as készüléken. Én szeretem a csempéket, szeretem az új start menüt, ami ugye ez a metró felület, és ennek ellenére minden rendben van. Ugyanazokat a szolgáltatásokat ez a Windows is tudja, és természetesen egy csomó Asus-os alap szoftver, ami ugye az ilyen brandelt szoftver, az kapjuk a készülékkel. De ennek ellenére, vagy mindemellett a 170 ezer, 180 ezer forint körüli árával azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon egy versenyképes és egy nagyon kellemes meglepetés, és itt hagyj kanyarodjak arra ki, hogy a 201E, ami majd ugye érintő kijelző nélkül érkezik, azt nem tudom, hogy ott fényes lesz vagy mat lesz-e a kijelző, de érintő kijelző nélkül érkezik, az, hát ha jól láttam, akkor ilyen egészen kellemes 120-30 ezer forint környékén fog megállni, ami viszont már úgy, hogy azért ez egy elég jó i3-as processzor, és még mindig nem találom, hogy melyik i3-as processzor, de akkor most megnézem, és akkor most nagyon jó lesz. Pillanat, beírom a jelszavamat, és akkor ki fog derülni. Csak a levelező rendszerünk az, igen, tudom, ott léptem be, hát köszönöm szépen, hogy megmondod a saját IP címemet, te! Na, hogy ez egy i3-3217U 1,8 GHz-en ketyegő kis processzor, 4 GB RAM van benne most jelenleg, egy modulban. Azt írja Rudi, hogy a játék szempontjából ez szívás, de hát azért egy 11.6-os érintőkijelzős i3-as gépen, ugye Ivy Bridge mellé kapott alaplapi VGA-val nem biztos, hogy az ember játszogatni akar, ezt azért túl fogjuk élni. Ugye a 500-as a Vinyo, azt már mondtam, körbenéztük, stb. És egy 170 körül lesz ebben a konfigban ez a készülék, és az X201, abból lesz a legalapabb kiszerelés, még lehet, hogy Sandy Beach alapú, és az 120 körül lesz, tehát az egyen régebbi architektúrával. Az viszont már ezzel a kiszerelésre, tehát az összes többi része, a fémház, stb. Ez megmarad, a fedlap cserélődik ki, illetve az érintő kijelző. Az itt teljesen rendben van. Hány újat érzékel? Nem tudom, most megnézzük. Kettőt, most bezoomolok, de ez most kettőt még érzékel. Hát ezt nem tudom, hogy mi mind tudnám kideríteni. Talán egy, ha van itt olyan, hogy paint szerintetek? Vagy valami ilyen cucc? Pain, fresh paint, vagy paint? Paint. Hát nézzük meg egy paint nevű alkalmazásban, hogy kettőt még érzékel, hármat még érzékel. Na hát akkor most csináljunk egy újat. File, new, don't shave, 4. Négyet is érzékel. File, new, don't shave, és 5-öt. Már nem. Mert ott elkezdte, és csak utána húzta utána az 5-et. Váltok egy szint. Jó. De, 1, 2, 3, 4, 5. 5 újat is érzékel. Ez az érzékelő, és a Windows 8 is. Megmutattam, 5-öt biztos, hogy érzékel. A Windows 8 minimum 5-öt megkövetel. Rudi, dolgozzál, és nagyon szépen köszönöm, egy igazi kis tündérmalac vagy, hogy összeírtad nekem a fontosabb dolgokat, majd mindjárt hőfokokra is kitérek. És köszönöm, megoldom ebből, jó vagyok már, ezt így üzenem így belsőségesen neked, teljesen rendben van. Ja igen, hőfokok, ha már nekem ideírta Rudi, hiszen lesz erről írásos teszt, erről a készülékről, hogy hangja azért van, kis készülékház, azért ez ugye mindig probléma, de nem drámai. 39, illetve 42 fok környékére mentek a hőmérsékletek maximum szempontjából,
ami nem vészes, tehát az még egyáltalán nem bántó, és nem fáj, és nem fogja megégetni a kezünket. Úgyhogy ez a 11.6 érintőképernyő, én igazából egy SSD-t cserélnék ebben, mert hogyha már van egy USB 3.0-as portunk, akkor egy méretes kettőfeles kis házban, egy 3.0-as csatival egy videót rádugva megvan az embernek a tárhelye, és azért egy SSD-vel szerintem még érezhetően gyorsabb lenne, illetve talán a fogyasztáson is dobna, még egy picit többet ki tudnánk hozni belőle, bár így sem rossz, de ez a méret teljesen hordozható, ha egy 5 órás akkumulátor üzemidő normál használat mellett kijönne, ami szerintem meg lehet, mert azért a videózás eléggé megterheli, és úgy kijött a 4 óra, ha ez az 5-6 órát tudja, az teljesen rendben van, a processzor szerintem elég, a 4 GB elég, kicsit tényleg a vinyót érzem kilógni ebből a sorból, hogy fölöslegesen nagy, de ez meg emberfüggő, mert ugye mivel nem egyszerűen cserélhető, szét kell szedni hozzá a hátlapot, és nem, szerintem ez garanciavesztéssel jár, tehát ez nem olyan, hogy kinyitok egy ablakot, mondjuk a múlt heti gépnél, és akkor az aksit, illetve egy-két komponenst ki tudok cserélni, pontosabban ugye a Sonyban nem is volt vinyó, hanem csak egy M-SATA-s kis SSD, és volt egy teljesen üres vinyó helyünk, amiben ahova bármit bepakolhattunk. Ezért én ezt mondjuk egy 128-as SSD-vel egy teljesen jó mászkálós, hurcibáló gépnek gondolom. 170 ezerért majdnem a felébe kerül a múlt heti Sonynak. És tényleg őszintén gondolom azt, hogy bár az is egy nagyon-nagyon jó készülék, ez nem fele annyit ér és fele annyit tud, közel fele annyit, tehát ugye az 340 lenne, de nem fele annyit tud. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon kellemes meglepetés, és hogyha ez az irány, hogy ilyen árakon, ilyen jól összerakott gépeket lehet, és ugye itt utalnék arra, hogy 120-ért majd ugyan butár felszereltségben, de hozzá lehet jutni végülis ehhez a készülékhez érintő kijelző nélkül, az meg már egy igazán parádés összeállítás, és egy nagyon-nagyon jó irány. Én nagyon szeretem ezeket a 12-13 col körüli, nagyon hordozható, de azért teljesítményben nincs szégyelkezni valója, tehát ez odaver egy E450-es Brazoszt, vagy egy E2-es új Brazoszt is, bármikor ez az i3-as processzor, tehát sokkal több mindenre alkalmas munkailag, mint mondjuk egy általam szintén nagyon kedvelt, akár új Brazos platform, és árban pedig hasonló árban vannak az új E2-es Brazoszok is, ilyen 120 forint környékén. Rendben van ez, jó irány ez, gyújtok villanyt. Én azt mondom, jöjjön el az a világ, ahol ilyen jó kis készülékeket kapunk, egészen megfizethető áron, egészen vállalható, véres verejtékkel megszerzett forintokért, mert ez jó. Mert ez jó, és legyenek meg a prémium termékek, legyenek meg a prémium dolgok, de legyenek meg az átlagember számára is hozzáférhető dolgok. És hogyha tényleg ilyen 170-180 ezer forint környékén bekúsznak az érintő kijelzős panelek, Windows 8-al, én megmondom őszintén, nem bánom. Jöjjön. Tehát teljesen rendben van ez, és ez sokszor nagyon jól jön, és nagyon mókás, és nagyon használható, és nagyon kellemes. Fölnézek a fórumra, hogy történt-e olyan hozzászólás, amire mindenképpen reagálnom kell, még egyelőre nem, illetve itt a cseten kezdjetek el írni, hogyha valamit esetleg kikapcsoltam volna, köszönöm szépen, megint olvasom a csetet, kihagytam volna. De azt kell, hogy mondjam, hogy ismét egy nagyon kellemes meglepetés volt most a PHTV-ben. Ez a 202, ez nagyon jóra sikerült. Bocsánat, ezt a grafit szürkét kénytelen vagyok fényben módosítani. Így kicsit bordóba hajló, de nagyon, ettől még nagyon férfias színe ez a tetején. És ez viszont egy kicsit így már abszolút szinkron, el ne dobjam, mert azt viszont kifizetni azért nem akarom. Szinkronba kerül ezzel a nem ezüst, de ilyen kicsit pirosasba hajló. Nagyon ki van ez találva, tehát ugye ezen így látszik, hogy gondolkodott az Asus, hogy ez most hogy legyen. Jó ez, kellemes. Játsz valamivel, please, kíváncsi vagyok, hogyan működik, köszönöm. De mivel? Tehát, hogy valami Angry Birds, vagy micsoda? Vagy most azért, ennek is mozog-e a felső része tapicskolás közben? Persze, hát ezt nem fogjuk tudni. Kicsit merevebb talán, de ettől függetlenül így látszik, hogy megmozdul a panel, de egy picit merevebb itt a zsanér erősebb. Mi a tosszal játszak? Most azt nézem, hogy van ezen mondjuk egy Angry Birds Solitaire Collection, talán rajta van. Hát ha az jó. Az is jó, vagy aknakereső. Értem. Játsz valamivel, please. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan működik. Kérlek, alássan, hát ki vagyok én?
hogy majd nem játszok élő adásba, ne viccelj, már komolyan kell ez. Nincs Microsoft accountom, nem tudok róla. Mi a... Klasszik! Mit szóltok egy klasszikhoz? Az annyira jó lesz nekünk egy klasszik játék. Jó. Akkor legyen egy Klondike. Nem tudom, hogy működik a passziánsz, bocsánat. Bocsánat. The goal of the Klondike is to create a stack of fuzzes. Oké, nem érdekes. Nem, klózoljuk, ez nem érdekes. Na, itt a Klondike. Szépen átpakoljuk a dolgokat. Ezt ide. De nagyon jó. Gyerekek, ez jó. Mármint, hogy ez a játszós ügy. Ez itt teljesen rendben van. Jaj, de utána, amikor három lapot ad ez a szerencsétlen nyomorult. 8-as, az pontosan ide jön. Tök jó. Ez így működik. Ez egy teljesen vállalható történet. Hát ott volt egy dáma, 5-ös ide. Szóval, hogy ez móka. Ez abszolút móka. Ez szerethető. Ezt el tudnám viselni. Tehát én szerintem 6 éve nem játszottam a Windows passziánszal. Jó, értem, hogy ez egy kicsit frissített változat, de akkor sem. És ennek ellenére ez egy teljesen jól játszható kis dolog. És látjátok, hogy mozog egy kicsit a kijelző? Tehát itt vagy, amikor hozzányúlok. Hát olyanok már van, köszönjük szépen. Ez itt jó, ez itt idejön, az ott följön. Jó, hát látszik nagyjából, amit akartok. És persze ez a kártyázás interaktívabb, mint egérrel. Igen. Igen, Laca írja, hogy 12 éve nem játszott. Sokkal, hogy mondjam, jobban kézre áll. Tehát itt most nagyon visszajött ez a tablet érzet, amikor egy táblagéppel játszik az ember valamit. Teljesen jó móka ez. Én simán el tudom képzelni, hogy komoly GDP csökkenést fognak elérni azok a cégek, akik a recepciós hölgyeknek és uraknak, akik amúgy is a Facebookot túrják egész nap, azoknak érintőképernyős notebookot fognak venni, mert hogy azok soha többet az életben dolgozni nem fognak, arra valamelyik végtagomat ráteszem. Ez jó, ez mókás ez a történet. Úgyhogy vezérünk, emberünk majd biztos el fogja mondani, hogy ki kell tiltani a munkahelyekről a érintőképernyős laptopokat, hiszen tönkre megy benne a gazdaság, mert hogy nem dolgoznak ezek a perna hajderek, az menjen oda, nincs királyunk, hó, ja, de van csak az piros, az nekünk nem jó. Te tűnjél oda, az nem jó. Ez jó, ez kifejezetten mókás, gyerekek, tehát ezt így el tudná. Most belemelegettem, úgyhogy abba hagyom, fölkapcsolom a villany, mert aztán azon gondolkozom, hogy a gyerekek már lefeküdtek, lehet, hogy maradok itt egy kicsit dolgozni, így a 202-vel, de hogy ez így rendben van. Mennyire erősen horpad? Jogos, nézzük meg a tetejénél, mennyire erősen horpad, nézzük meg, így van. Akna keresőt még kérhetnék, ma van, mert ott kicsik az ikonok, amire ráérintesz, hogy lehet ez tollal? Hát kapacitív tollal mindenképpen tudunk játszani, tehát mivel az érintő, tehát a panel az egy teljesen standard kapacitív technológiát használ, ez most megadta magát, de úgy, ahogy kell, hogy a tetejét meg tudom nyomkodni. Hát ez beton, ez itt nem nagyon akar horpadni, úgyhogy ezzel itt gondunk nincs, tehát a billentyűzet teljesen rendben van. Úgyhogy kapacitív toll, ami kapható GSM, illetve egyéb ilyen boltokban, az a teljesen jól el lehet rajzolgatni Paintben, vagy az apró dolgokat nyomogatni, de igazából most meg tudom mutatni gyorsan. Ott van egy meglehetősen pici ikon, tehát itt az ujjam, ami nagy, de most ne engem mutass meg, hanem ezt az eszközt, ami itt van, így. De ott van egy ikon, ami látszik, hogy pici, és ha arra rányomok, akkor teljesen jól működik, tehát itt látszik, hogy az undo működik és pakolja vissza a dolgokat. Ilyen sokat enged visszalépni? Na jó, hát ez viszont így nem fun. Még mindig enged visszalépni. Ennyire? Nem ára, de semmi kihívás nincs így, az ember elcseszi, akkor lehet újra kezdeni. Na mindegy! Szóval egyrészt a Windows 8 azért úgy van kialakítva, hogy ne kelljen, mit tudom én, az újunk legvégével valamit éppen csak megbökni, másrészt pedig látszik, hogy az egy egészen pici kis kerekgombot is meg lehet szépen nyomni. De mint mondtam, kapacitív tollal, 1-2000 forintért beszerezhető kapacitív tollal tökéletesen el lehet vele lenni, és így rendben van. Ne haragudj, de ha ezt nem láttam a műsor elé, de ezt a kijelzőt rá lehetne hajtani a gépre, akkor tuti lenne. Igen, azt már kitalálták, sok-sok évvel ezelőtt arra mondta azt, nyugodjon békében Steve Jobs, hogy a tábla PC-k, amiket akkor így hívtak, pár gazdag gyereknek lesz a játékszere,
majd aztán ugye megjelent pár évre rá az iPad. Nem lehet ráhajtani, ez egy klasszikus értelemben vett notebook kialakítás szempontjából mindenképp. Az extra feature az az, hogy érintő képes a kijelző. Én is most kezdtem nézni egy kicsit, jó lenne, ha mutatnám még a gépből, meg a Windows 8-ból. Lesz a Windows 8-ról összefogó, átfogó írás külön a Windows 8-ról, lesz erről a gépről teljesen átfogó teszt Rudi tollából, úgyhogy szerintem azt várjátok meg ott, kimérés, bemérés, kandellától kezdve gigahercekig mindenre ki fog terjedni, úgyhogy ebben most annyira nem mennék bele. Alapból ilyen Windows-zal jön, vagy utólag lett rá applikálva start menü. Nincs start menü, metro felület van, nincs benne start menü. Tehát nem tudom, hogy te mit láttál. Egy Internet Explorer ikont láthatsz ott az alsó sarokban, a bal alsó sarokban, start menüt nem láthatsz. Ez a metro felület a Windows 8 start menüje. Na! Csak hogy a csempék hogy mennek. Ó, édes jó Istenem, hát ne gyere későn, vagy nézd meg YouTube-on. Már nem bántás volt, de tényleg. A többiek meg harmadszor nézik végig, ahogy tologatom azt a szerencsétlen Windows 8-at, már mi nem a Windows 8 szerencsétlen, hanem hogy most már harmadszor. Ráadásul ugye az átviteli sebesség miatt, a videó átviteli sebessége miatt te azt látod, hogy ez akad, közben meg nem akad, úgy szalad, ahogy annak szaladnia kell, szépen mindent csinál, ahogy azt szeretnénk, és működik a dolog teljesen folyékony, úgynevezett fluid a dolog. Jó? Na, szerintem zárom be a bazárot. Végeredmény szempontjából a tetszett plecsnit mindenképpen, ha valakinek, és én mondom, ezt a múlt héten is elmondtam, hogy én otthon ezt a gépet simán családnak, kisfeleségemnek és a gyerekeknek el tudnám képzelni, hiszen múlt héten még egy Fruit Ninja-t is gyorsan felraktam a Sonyra, és teljesen jól lehetett vele játszani. Tehát így az, hogy a gyerekeket egy kicsit leültetni, és akkor már olyan korban vannak, hogy nem feltétlenül törik ripityára a készüléket, de elszínezgetnek, elbökögetnek, ők ezt biztos, hogy nagyon élveznék. Ezen a képernyőn még egy fokkal jobb használni a Windows 8-ot, úgyhogy egészen biztos vagyok abban, hogy ennek van létjogosultsága, és azért a 170 ezer, illetve a 300 ezer forint között a két gép, ami a múlt héten mutattunk be, illetve e között azért komoly különbség van. Ez rendben van, ez az irány. Tehát tényleg azt mondom, hogyha ez az irány, így szalad a Windows 8 akár érintőképernyővel, akár érintőképernyő nélkül, ilyen minőségű, ilyen összeszerelési minőségű, ilyen első és második benyomást keltő készülékeken, ilyen áron, akkor ez egy nagyon-nagyon jó időszak lesz nekünk, mert talán-talán kikopnak a nagyon-nagyon bugyuta olcsó anyagokból készült, legalábbis a normál ismert magukra mindenképpen adó gyártóknál ezek a nagyon bugyuta anyagok és ropogós műanyagok talán eltűnnek, és teljesen vállalható áron jutunk igazán használható, hurcibálható, jó akkumulátorüzemidővel rendelkező gépekhez, amire mondjuk 5-6 évvel ezelőtt súlyos-súlyos százezreket kellett áldozni, akkor, amikor azok a százezrek még sokkal többet értek, mint most. Na! Igaz-e, hogy androidos alkalmazások futnak Windows 8-on? Hát nagyon-nagyon meg lennék lepődve, hogyha ezt meglépni a Microsoft, mert szerintem ez maradjon köztünk, de hát, hogy most így finoman szólva és ősellességnek tekintik az Androidot és az iOS-t, úgyhogy ezt biztos nem lépik meg, de majd ezt valaki most, ha eddig nem is létezett, akkor biztos meg fogja csinálni. Na! Sony vagy ez? Hát a Sony az 300 ezer, tehát azért az így a serpenyőnek eléggé eltorzítja az egyik tálcáját, ez pedig 170. Egy picit ennek a mérete az én szememben, az én felhasználási területemen, tehát otthoni, és már van egy 11.6-os kis Lenovo otthon, ugyanúgy 1360x768-as kijelzővel, tehát kb. Beleillene a mostani családi notebookba. Ehhez húz egy kicsit a szívem, de közben meg azért azt is tudom, hogy azért az a Vaio az egy erősebb processzorral, egy munkára is inkább alkalmas processzorral, egy könnyű bővíthetőséggel, egy kiszedhető akkumulátorral, egy 3 év garanciával, bár nem tudom, hogy az X202 és a 201 hány év garival fog jönni. Tehát más van a serpenyőben. Ha mindenképpen a múlt heti Sony T13 érintőkijelzős és a mostani Asus 202e között kéne választanom, és tegyük fel, nem számítana az ár,
akkor az erősebb belső, a számomra fontos kicsit nagyobb képernyő méret miatt a Sony-t választanám. Ha most az lenne a kérdés, hogy a feleségemnek és a családnak melyiket vinném haza, akkor viszont egyértelműen az X202-t mondanám. Mind a kettő egy nagyon-nagyon-nagyon jó gép. Sokan óckodnak a 11.6-os 12 szor körüli gépektől, én nagyon szeretem őket, tehát hosszú távú munkára mondjuk abszolút alkalmas, de mondjuk folyamatosan cikket írni, stb. Azért egy 13 colon kényelmesebb, de nem lehetetlen 11,6 colon sem. Úgyhogy igazából azt mondanám őszintén, hogy mind a kettő kéne erőst, de igazából pénzért valószínűleg egyiket se venném meg, hanem hogyha nagyon le kéne cserélni, de még nem kell az E125-öt otthon, akkor lehet, hogy egy ilyen X201-re érintő kijelző nélkül abban már így 120 ezer környékén az ember lehet, hogy inkább beleugrana. De jó, tehát az irány mindenképpen jó, és én nem bánom, hogy elkezdtek érintőképernyőt pakolni, még felárral is a notebookokba. Van erre igény, és láthatóan be tudja húzni az embert. Hát én mikor passziánszoztam utoljára, azt elkezdtem élvezni hirtelen, ami mondjuk baj, mondom munka szempontjából és GDP növelés szempontjából. Nexus 10 inkább a mobilen a TV-be várható, sanszos, hogy a srácok jó kapcsolatait tekintve elég hamar hozzá fognak jutni. Úgyhogy inkább a mobil aréna tévébe várjátok a Nexus-t. Ami viszont valószínű, hogy a Pro Hardware TV-be a Windows 8 RT, vagyis a táblagépekre optimalizált verziója, az mind a Pro Hardware írott hasábjai, mind pedig a Pro Hardware TV-ben erőst föl fognak bukkanni, hiszen ott nagyon érdekes lesz az, hogy a fullos, teljes értékű Windows 8, ugye, ami asztali gépeken X86-os platformon fut, az hogy kommunikál, hogy muzsikál, mennyi az átjárhatóság a táblagépes RT verzióhoz képest. Az tényleg egy érdekes terület lesz, arra biztos, hogy fogok én is szentelni egy adást, hogy szerzek majd egy Windows 8-as valami notit, nem kell majd, hogy az érintőképernyős legyen, meg egy Windows 8-as, Windows RT-vel, tehát táblagépekre írt Windows 8-as szerelt táblagépet, és akkor megnézzük, hogy mondjuk ilyen átjárás, szinkronizálás, desktop átalakítás, ha belépünk a saját fiókunkba, az hogy működik, és meddig megy el a Windows 8 RT, és hol mondja azt a Windows 8 RT, a könnyített Windows 8, a táblagépes Windows 8, hogy oké, ez már nem az én asztalom, ezt tessék egy PC-n, egy notebookon csinálni, mert ez már olyan erőforrásokat igényel, amihez mindenképpen erősebb hardware kell. Na, ez volt mára, írjatok, hogyha még most gyorsan kell valami. Szonya, hogy ez, ölben mennyire nyílik ki, ha már érintéses. Na jó, hát ezt még meg tudom nektek mutatni. Ez a maximum. Hát azért ez lehetne egy picit jobb, de most így az ölembe vettem, és akkor mutatom. Persze, hát letépi az ember a kamerát, az a mi baj lehetne a másik kamerával. Így beforgatjuk, így megnézzük, így hátrébb megyünk. Szóval, hogy így ölbe véve, mondjuk ezt a szettet tudja, és én most így majdnem teljesen kényelmesen ülök, és ez teljesen jó használható. Tehát így mutatom nektek, egy kicsit odafordulok, ez már nem annyira kényelmes, de így látjátok, most ezt köszönöm szépen, ez nem kell. Teljesen jó használható, és talán látszik is, hogy működik a Windows 8, és rendben van. Elég ez. Ezzel el lehet lenni szépen. Szóval, végeredmény. Gyűjjenek az érintőképernyős, jól összerakott Windows 8-as gépek, gyűjjenek a nem érintőképernyős, jól összerakott, és jól sikerült kis fémházas, vékony, jól kinéző, csecse, nem érintőkijelzős Windows 8-as gépek, jó lesz az. Jó lesz az mindenkinek, de legfőképpen nekünk, úgyhogy nem kell temetni még a notebook piacot, hogyha valaki ezt esetleg tette volna, voltak ilyen rémhírek, ugye tabletfront erősödésével. Na, jól van. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Csütörtökön jövök, és nem mondjátok el senkinek, de talán egy Lenovo Carbon érkezik. Elég erős ígéretem van rá, hogy csütörtökön késő délután megérkezik egy erős 400 000 forint pluszos Lenovo csúcsmodell, úgyhogy szerintem azt azért így meg fogjuk nézni együtt, abból nagy bajunk nem lehet. Előre szólok, hogy nem lesz érintőkijelzős a Lenovo Carbon. Na, jó hétvégét majd csütörtökön, holnap Mobil Arena TV este 6-tól, én jövök csütörtökön fél 8-kor, ha minden jól megy, és semmi nem jön közbe. Szevasztok!